A forgórakodógép felemeli az építési-bontási hulladékot, amely aztán a betontörőgépbe kerül. Abból rövid idő múlva ilyen kis darabokban távoznak az elhasznált, de újra felhasználható betondarabok. Kálóseményben álltak munkába ezek az eszközök, amelyeket az önkormányzat csaknem 200 millió forintos állami támogatásból szerzett be. A belügyminisztérium által koordinált gazdaságfejlesztési program keretein belül 191 millió forint összegből vásárolt az önkormányzatunk egy forgórakodógépet, illetőleg egy betondarálógépet. Ezen gépek azt a célt fogják szolgálni, hogy a Kállai Kúria Nonprofit Kft. Keretein belül a környező önkormányzatok, vállalkozások számára különböző munkákat végezzünk el, bontási, zúzási, darálási munkákat fogunk végezni. A két munkagépet tehát nem csak Kálósemjén, hanem a térség más települései is bérbe vehetik és használhatják. Erre nagy szükség is lesz Simó Miklós országgyűlési képviselő szerint, aki arról beszélt, rengeteg problémát idéztek elő az elmúlt években az erdőkbe és mezőgazdasági földekre illegálisan kihelyezett bontási hulladékok. Abban bíznak, hogy az ehhez hasonló esetek száma is csökkenni fog a jövőben. Súlyos problémát jelentett mind az önkormányzatoknak, mind az erdőgazdálkodóknak, meg a gazdálkodóknak is. Ugye az árok partjára leborították az utánfutóról a hulladékot, ment a gépünk, amely kaszálta, ugye már meglett a baj belőle. Tehát rengeteg gondot vesz le a vállunkról ez a géprendszer, és ezen kívül pedig Kálósemjén önkormányzatának egy lehetőséget teremt. Mert ez azon kívül, hogy a környezeti hulladékokat megsemmisíti, összetöri, ugye olyan kőtörmeléket állít elő, amit utak alapjába tudunk majd használni. A belügyminisztérium által kezelt gazdaságélénkítő program első három ütemében összesen 23 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település nyert támogatást. Erről már Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár beszélt az átadó ünnepségen. A politikus hangsúlyozta, számos ágazatban sikerült fejlesztéseket megvalósítani, amelyekkel bővültek az érintett települések szolgáltatásai. Az első ütemben már történtek meg, a második ütemben is átadások több-több helyen. Konyha beruházás például Petneházán, amire emlékszem, ez a beruházás, tehát nagyon sokszínű gyakorlatilag azok a fejlesztési irányok, amelyek itt megvalósulnak a megyében, mint ahogyan az országban is. Rengeteg turisztikai fejlesztésünk van, nagyon sok konyhai étterem újult meg, nagyon sok építőipari jellegű beruházás készült el, ami azt jelenti, hogy település szolgáltatásokat tud nyújtani, lakossági szolgáltatásokat, építőipari szaktevékenységhez, tehát építészet, gépészet, villamos szerelések, tehát nagyon sok is szerte ágazó tevékenységet valósítottak meg ennek a programnak a keretében. A megvalósult beruházásnak köszönhetően a foglalkoztatást is bővíteni tudják Kálósemjénben. A gépek működtetéséhez és a hulladék újrahasznosításához három szemét alkalmaznak a jövőben.